Köszöntöm nagyon sok szeretettel a kedves televízió nézőit. Önök az Ébredés című műsorunkat látják. Minden hétfőn reggel 9-kor, majd este 10-kor megismételjük ezt az adást. Köszöntöm nagyon sok szeretettel Sisa Attila testvéremet és kedves feleségét Andreát, és örülök, hogy elfogadtátok a meghívásomat, és itt lehettek a televízióban. Miénk a megtiszteltetés, és köszönjük, hogy itt lehetünk. Szeretném megkérdezni azt, hogy hát a szívedhez talán most először, Attila, téged kérdeznélek, hogy egy olyan ige, ami nagyon közel áll a szívedhez, hogyha megosztanád velünk, és valóban egy néhány gondolatot nyugodtan fűzzél hozzá. Hát sok ige van, tehát sok ige, 25 éve leszünk lassan, mindketten megtért emberek, és 26 éve házasok. És igazán van egy alapige az életünkre, ami viszonylag az elején, a megtérésünk után az elején ezt választottuk, vagy ez, nem is tudom, hogy éget be a szívünkbe, de ez az ige az volt, hogy először keressétek Isten országát és az ő igazságát, és minden ráadásként megadatik néktek. Mert addig egész életünk 24 éves koromig először mindig a ráadást szerettem volna. Szerettem volna, hogy mindenem meglegyen, és majd utána keresem Istent. Aztán Isten, amikor megtalált, mert mondhatjuk ezt, hogy minket megtalált, akkor elgondolkoztunk ezen, és azt a élete formát választottuk, hogy mi ahhoz csatlakozunk, hogy először Istennek a dolgaival foglalkozunk, abba fektetünk, és az lesz az első az életünkbe, és utána, hát rengeteg ráadásról be tudnék számolni, de ez igaz, ez az ige. Én elmondhatom egy 20 éves tapasztalattal, hogy igaz az ige, hogyha valaki Istennek odaadja magát, akkor ráadásként még a szíve legmélyebb kérését is odaadja Isten. Hát nagyon szépen köszönöm, és hát ez valóban csodálatos ez az ige, mert mi hívőknek ez kell, hogy beteljesedjen az életünkben, hogy először Isten országát, az ő igazságát, és majd jön a ráadás, és nem kell megfordítani. Nem tudom, hogy akkor annyira egyforma ez, ahogy mondtad, hogy vagy külön kérdezhetem azért Andreát is, hogy van a te szívedben is esetleg olyan kedves ige, amit szeretnél megosztani, vagy még másik ige, mert mondta, hogy nagyon sok van. Hát nekem a Jeremiásból van egy ilyen, ami ugyancsak mindkettőnkre vonatkozik, hogy csak én tudom, hogy mi a tervem veletek, azt mondja az Úr. És hogy reményteljes jövőt tervez, és nem pedig romlást. Tehát ez nagyon sok helyzetben nagyon sok erőt ad, és jó az, hogy van valaki, aki tudja, hogy mi az, ami következik, és tudjuk rábízni az életünket. Hát ez csodálatos, és ez valóban szintén így összekapcsolódnak ezek az igék, és hát nem véletlen, ahogy Isten vezetett titeket ebben, és ez be is teljesíti az Isten, és amire még nem is gondoltak, én már azt is hiszem, hogy látom, hogy be fog teljesedni hamarosan. Úgy van. Így. Mi is ezt, ez egy, tényleg van bennünk egy ilyen. Hát hallják meg az emberek is, és azért mondtam ki, hitte jól, lesz, így, jó? Így van, így. Jól mondtad, igen. Teljes egyenbe. Azt szeretném kérdezni, hogy először Attila, téged hol születtél, a gyermekéveidet, hol töltötted, tehát? Hát kórházilag Budapesten születtem, igen? De gyermekként már Jászberényben. Tehát nevelődtem fel, én Jásznak érzem magam, tehát egy ilyen konok Jász emberként ismertem meg magamat, és hát a Jászok az sok mindenről híresek, a többek között a Lehel kürtjéről, de egy ilyen önálló népcsoport, és mindenféle önálló tevékenységet végeztek már régen is, most is eléggé ilyen konok ember vannak közöttünk, de egy nagyon ilyen vendégszerető nép a Jász, nagyon szeretjük azt, ha vendégek érkeznek hozzánk, igazán úgy gondolom, hogy ez is hozzátartozik, meg pozitívumként az, hogy azért egy istenfélő nép volt a Jász, mindenféle ön dologgal együtt, és hát én örülök neki, hogy ott élek, én egy ilyen Jászberényhez nagyon nagyon szeretem Jászberényt, és kimondottan elhívásom is van Jászberény irányába, hogy az ottani emberek. Én végigmegyek az utcán,
szerintem nem tudok úgy végigmenni utcán, hogy ne jöjjön szembe valaki azért. Ismerős. Ismerős, igen. Város, annyi, tehát iskolákban, munkahelyeken, szórakozó helyeken, gyülekezetből, tehát rengeteg ismerős. Tehát, hogy nem tudok úgy beállni egy hosszabb sorba, hogy ott ne legyen valaki, akivel lehet beszélgetni. Hát, köszönöm, és Andriánt is megkérdezem, hogyha elmondanád te is hasonlóan ezeket. Én Jászberényben születtem, és itt is nevelkedtem. Na, tehát én tőzsgyökeres Jászberény vagyok, és hát az iskolákat is ott végeztem, főiskolán végeztem a tanítóképzőben, és hát most is itt Jászberényben élünk, így együtt. Hát igen, mert meghatározta Isten a helyeteket, és ott szerettek is lenni, és hát ez nem véletlenül, hogy ott laktok, és ezt Isten jól tudta, ismerte a szíveteket, és akkor így meg is határozta ezt. Annyit szeretnék kérdezni, hogy a kedves szülőd, Attila, hogy ők istenfélők voltak, vagy még nem, mikor te megszülettél, vagy később, hogy lettek-e azok tehát? A nagyszülők, tehát a nagyszülők azok istenfélő emberek voltak. Igen? Legalábbis nagymamám. Nagymamád? Nagyapám nem. Hát azért én a szocializmusba születtem, tehát abban az időszakban, amikor mondjuk én iskolába jártam, akkor ki kellett állni, hogy ki jár minisztrálni, ki jár templomba. Azt nem értettük, hogy miért csinálják ezt velünk, de alapjában vett. Édesapám építészként dolgozott Budapesten, anyukám gyógyszerészként Jászberényben, és egy ilyen távkapcsolatban éltek, amíg el nem váltak, nem amíg meg nem haltak sajnos, hanem amíg el nem váltak. És akkor én utána volt egy időszak, amikor fent tanultam Pesten, és utána visszamentem Jászberénybe, és akkor tehát a szüleimtől sok jót kaptam, de a hitet nem tőlük kaptam. Nem tőlük. Viszont hát jártam templomba, tehát gyerekkorként jártam templomba, de ahogy elértem azt a 14 éves kort, utána akkor a csábítása volt a világnak, és igazán úgy nem tartott ott semmi. De ha megkérdezték, hogy hiszek-e Istenbe, érdekes, hogy amikor megkérdezték, én azt mondtam, igen, én hiszek Istenbe. És aztán, jó volt a megvallásod, ez fontos. Igen, és eljött. Volt egy református fiatalember, akivel így elkezdtünk beszélgetni, és akkor ő rávilágított arra, hogy tehát a száddal azt mondod, hogy hiszel, de az életed az borzasztó ahhoz képest, hogy te hívő ember lennél. És azt mondja, hogy hát ilyenek a képmutatók. És akkor ez nekem tetszett. És akkor legközelebb megkérdezték, hiszek Istenbe? Azt mondtam, hiszek Istenbe, de képmutató vagyok. Jó, akkor meg is vallottad azt. Meg is vallottam, igen. Na hát ez jó, hogy őszinte voltál, tehát nem akartad úgy beállítani a dolgokat, hogy tényleg te is láttad azt, hogyha nem úgy élsz, vagy ahogy mondták, igen, hogy nem úgy élsz. És a kedves feleséged? Hát az én szüleim sem voltak hívők, se anya, se apa. Sőt, hát mi elég nehéz körülmények között éltünk, mert édesapám alkoholista volt, és elég sok szenvedésen kellett keresztül mennünk, tehát elég agresszív volt, tehát amikor apa ívott, akkor nagyon agresszív volt, és sokszor menekülnünk kellett, tehát verekedések voltak, tehát nagyon nehéz volt. Aztán megismerkedtünk Attilával, és akkor hát az a probléma, hogy az, amit ugye otthon én láttam, hogy anya nem nagyon tudta, hogyan kezelje ezt a helyzetet, igen. És ugye nagyon sokszor neki ment apának, és én ezt hoztam, tehát én ezt láttam otthonról, és akkor voltak különböző problémák közöttünk, bár nagyon szerettük egymást, mégis ugye nem mindent tudtunk kezelni egymással, nem értettünk egyet. Hát ugye igen, az ismerkedés időszaka alatt, meg ugye később, egy csomó olyan különbözőség jött elő, amiben nem értettünk egyet, nem az volt a véleményünk, egyikünk így akarta, másikunk úgy akarta, és bizony én is hosszú időn keresztül úgy reagáltam ezekre a dolgokra, hogy kiabáltam, veszekedtem, tehát nem egy jó... Hát van egy öröklődés a atyától való. Igen. Arra nem beszélve, hogy még ráadásul féltékeny is voltam, mert apukámtól ezt örököltem. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet volt. Tehát tudtam azt, hogy ez nem jó, de nem tudtam ebből megváltozni. És aztán egyszer. Na hát majd rátérünk esetleg, ha lesz idő ilyen dolgokra is. Hát
Azt szeretném kérdezni, hogy esetleg testvéreitek voltak, tehát, hogy arról is, hogy beszámolnátok, hogy hát ők is elfogadták-e az urat, vagy nem, tehát, hogy vagy van-e kapcsolat, tehát ilyen szempontból. Hát igen, azért, mert ebbe is hasonló a dolog sajnos. Igen. Tehát, hogy mindkettőnek van élő testvére, igen. Van már meghalt, én nekem húgom. Pedig öcsi. Igen. És én nekem a apukám révén volt egy húgom, itt Budapesten élt. Mi nem voltunk olyan közeli kapcsolatban, a halála időszakában ott próbáltunk többet hatni rá. Nem tudom, hogy megismerte Istent, tehát hogy ő amikor másodszorra lett rákos, 34 évesen fiatal volt. És igazán remélem is megismerte. Tehát én csak abban merek reménykedni, hogy Isten kegyelmes, és az a kevés, ami volt, az elég lesz neki. De nem, tehát hogy nagyon, ez egy nehéz téma, főleg a családja az embernek. Tehát a családon belül édesanyám is, amikor meghalt, akkor ő benne úgy, úgy biztonságosan tudtam azt, hogy ő úgy halt meg, hogy Istenhez kerül. Igen, de ahhoz képest még hát elég fiatalon, mert még te is fiatal vagy, és már, hogy meghalt édesanyám. Hát 69 évesen halt meg édesanyám. Fiatal. Igazán a halál az nem probléma, tehát tényleg nem probléma, hogy meghal valaki, igazán onnétől egy tök jó helyre lehet kerülni. Inkább ez a probléma a halállal, hogy hova kerül utána az ember. Így tehát van. Amikor meghal, abban a pillanatban egy óriási boldogság lehet, meg egy remegés, hogy megvan-e még annyi kegyelem, hogy becsúszanjon a mennybe, vagy az, hogy a pokolba jut. És ez a zavaró a halálba, hogy nem biztos az ember benne, hogy aki átmegy. Amikor biztos benne, akkor én nekem nem folyik a könnyem. Én nekem, ha keresztény ember meghal, igazán majdnem, hogy örülök neki, hogy neki már jó, ő már előzött, rendben van, majd találkozunk vele. Ha viszont nem egy olyan ember hal meg, az nehéz. Az igen. Hát majdnem úgy, vagy Pál elmondta, hogy hát én szeretnék elköltözni, de ti miattatok még ott akarok lenni, mert van munkája, amit el kell végezni. Hát nekem azért furcsa most, ahogy mondtad, mert az én szüleim még élnek, és én jóval idősebb vagyok, mint te, és 90 évet mind a ketten betöltötték. Tehát. Hát nekem a nagymamámnak a testvére most halt meg 97 évesen. Hát és Andinak a déd nagymamája is most halt meg, ő meg 94. Nagymamára, nagymamára 94 éves volt. Hát akkor tehát, azok is. Hogy a felmenőink között vannak, illetve hát Andinak is a öccse halt meg. Igen, tehát mi négyen voltunk testvérek, én vagyok a legidősebb, egy húgom van, illetve két öcsém volt, és ő 34 éves volt. És ők is meghalt? Igen, a 34 éves öcsém baleset érte. Ja, baleset. Baleset érte, és ő úgy halt meg. Ahogy Attila elmondja, nekem is nagyon nehéz volt ezt feldolgozni. Többféle szempontból is, mert az ember nem volt biztos abban, hogy hová került, és az egy nagyon-nagyon nehéz helyzet. Én sokszor kértem is Istentől, hogy csak egy pillantásba, Uram, hogy ott van. Ezt nem engedte meg Isten, nyilván ő nála vannak ezek a dolgok, viszont később megmutatta, hogy ott van, és az egy nyugalmat adott nekem is, hogy később majd fogunk találkozni. Illetve egy öcsém van, illetve egy húgom, tehát ők még élnek. Édesapám halt meg, tehát nálunk is érdekes ezt, hogy a nagymamám most egy hónappal ezelőtt halt meg, és az egyik fiát is, illetve az egyik unokáját is túlélte 94 évesen. Igen, ez nagyon szép kor is. Azt szeretném kérdezni, hogy milyen irányba kezdtetek tanulni, tehát milyen iskolákat végeztetek, hogyha erről is szólnátok, hogy... Hát én először építésztechnikus lettem, akkor abban dolgoztam egy pár évet, akkor hanyatlott a építész, pont abban az időszakban volt egy ilyen a szocializmus vége felé, hogy ott kezdett hanyatlani, akkor én kiléptem belőle, és akkor elkezdtem üzletvezetői tanfolyamra jártam, és akkor az 2 éves volt, és akkor elkezdtünk kocsmával foglalkozni a feleségemmel, és aztán utána akkor tértünk meg, tehát mi a kocsmából tértünk meg, tehát ez volt a legjobb dolog, ami történhetett velünk, mert ott talált meg Isten egy pincehelyiségbe, egy kocsmapultnál, és utána én
elmentem Kecskemétre és gépészmérnöknek tanultam, utána meg minőségi biztosítási szakmérnöki tettem le. Hát akkor sok irányba kezdtél. Igen, tehát körülbelül úgy néz ki az életem, hogy ahogy megszerzek egy papírt, utána egy darabig ez érdekel, de aztán nem érdekel tovább, amikor már megvan a papír, meg dolgozok benne, meg stb., akkor utána tovább lépek, most mind a ketten marketinggel foglalkozunk, amiről nincs papírunk, de ezt csináljuk most már lassan 10 éve. Hát Andi meg már még több. Na de hát Andika is hadd mondja el, hogy tényleg ő is milyen irányba kezdte a tanulmányait. Én tanítóképző főiskolát végeztem, így van, tanítónő lettem, 3 évig tanítottam, aztán a nagylányunkkal kismama lettem, és azóta nem tanítok, már nem tudtam visszamenni, mert ilyen asztmás befulladásai voltak, tehát elég sok egészségi problémája volt, és olyan munkahelyet kellett választani, ahol nem... Tehát ami mellett őt is el tudom látni, de a munkámat is el tudom látni. Mert azért egy osztályt ott hagyni, hogy most a saját gyerekével van az ember, vagy fordítva, tehát egyik sem egy jó megoldás. És engem akkor vitt Isten egy úgynevezett újsághoz, nem tudom, hogy ki lehet-e mondani, hogy ez reklámnak számít. Ez inkább reklám, egy ilyen reklám újsághoz. Egy hirdetési újsághoz, így van. És ott kezdtem el dolgozni, és így el tudtam látni a feladatom is, illetve Kittivel is otthon tudtam lenni, ő a nagyobbik lányunk, igen. És akkor így nyugodt voltam mind a két területen. Igen. Hát akkor ez jó, hogy így megosztottátok velünk. És azt kérdezném, hogy Attila először, hogy te mégis hogy fogadtad be az Úr Jézust a szívedbe, mert valóban egy különleges helyen dolgoztál, és hát ez... Hát nem dolgoztam, dolgoztunk, mert mi a kocsmát is együtt csináltuk, tehát hogy állandóan együtt voltunk, és akkor lejött 3 fiatal, 2 lány és egy fiú, és akkor ők mondták, hogy szeretnének beszélgetni itt a üzletkörünkkel, és akkor így leültek asztalokhoz, és akkor próbáltak Istenről beszélgetni. Hát ez a fiatalság, tehát egy ilyen fiataloknak kimondottan szórakozó hely, kimondottan hétvégi szórakozó hely volt, és akkor volt lenne a Gapi gyülekezet Jászberénybe, és egy hétig imádkoztak, meg járkáltak össze-vissza a városba, azért, hogy kapcsolatokat teremtsenek. Tehát egy hétig nem volt 100 fiatalot, sátoroztak, és akkor össze-vissza járkáltak, mindenhova bementek, és így bejöttek a kocsmába is, mert ott sok fiatal volt. És akkor, amikor így körülbelül végigbeszélték, amit gondoltak, akkor odajöttek a pulthoz hozzánk, és akkor megkérdezték tőlünk, hogy szeretnének velünk is beszélgetni. És akkor mondtam, hogy természetesen nyitott vagyok Istenről beszélgetni, hajnali 4-kor végzek, gyertek vissza. Tehát ez egy nagyon jó lerázás volt, csak az volt a furcsa, hogy hajnali 4-kor visszajöttek. Azt a mindenit, akkor... Tehát hajnali 4-kor ők ezt a lerázást azt mondták, hogy addig imádkoznak, ezt utólag tudom meg, hogy hajnali 4-ig imádkoztak, és utána jöttek, és utána beszélgettek, hát semmiféle jele nem volt annak, hogy mi nekünk. Tehát ez a képmutató, tehát az a langyos állapot, hogy ezt elfogadom, hiszem, de ezt nem hiszem meg, ez hogy van. Igazán Istent nem ismertem, az igét nem ismertem, nem tudtam csak ilyen amiket így hallottam róla, azokat tudtam csak Istenről. És annyit mondtak, hogy ha már ők jövő héten csinálnak egy ilyen evangelizációt, hogy nem-e mennénk ki, és nem-e néznénk meg őket. És hát, hogy gondolkoztunk Andival, de hát én nagyon anyagias voltam, tehát hogy nem nagyon érek én erre rá. Nagyon sok ember ezt mondja különben, hogy nem ér rá. Igen. De azért, hogyha abban a pillanatban, hogy megfogalmazódott bennem, hogy ott lesz egy csomó ember, mert elég sokat lehetett őket látni, hát biztos szomjasak lesznek, és valamit inniuk kell. Igen, és mondtam, hogy gondoltam. Én egy kis pultot azért kivinnék magammal, és akkor kimennénk hétfőket, szerdő, csütörtök, péntek. Ez lehet benned. Igen, és hát ez nekik is úgy valahogy tetszett, minden esetre megkérdezték Perjes Istvánt, hogy lehet ezt kivinni, és akkor, mert István látása alapján jött az egész csapat, és akkor István mondta, hogy hát lehet, de alkoholt nem hozhat. Na hát onnit nagyon unszimpatikus lett, nem is ismerte a Perjes István, de nagyon unszimpatikus volt, hogy alkoholt nem lehet, de hogy értsék a nézők is, meg te is, hogy mennyire nem tudtam ezt a kultúrát, felül kóla, üdítő, minden, alul meg pálinka, sör, be volt készítve, ha valaki, bárki tud alkoholt kérni, én azért hátulról tudok ki. Tehát, hogy ott volt. Ez egy érdekes, így vicces dolog, de a lényeg az, hogy nem kért senki alkoholt, de az üdítő, hál' Istennek, ilyen 200%-os haszonnal adtam, úgyhogy hogy abban is úgy elvoltunk, és akkor azt a 3-4 óra aztán ott voltunk közöttük. És akkor néztük, hát úgy megítéli az ember ezeket a dolgokat, hogy van, és annyit kértek, ha már itt voltunk, és nem kellett helypénzt fizetnünk, hogy az utolsó alkalomra üljünk be.
és akkor ez egy sát, 200 fős sátor, és akkor olyan padok vannak, elől dicsőítés, és bizonyságtétel, igehirdetés, igehirdetés végén felhangzott, hogy aki szeretné az Úr Jézus befogadni a szívébe, az álljon fel, és jöjjön ki ide előre, imádkozunk érte. És azt képzeld el, hogy egy ilyen fapadon ültünk ugyanígy Andival egymás mellett, és az egész sátor így felállt, és kiment mindenki, és vagy 80 ember ott a színpad, mi csak ketten, így körülnéztünk, sehol senki, csak mi ketten ülünk a padon. És akkor mondta Perjes István, hogy és hogyha úgy érzed, hogy még egy kis bátorság kell, akkor most bátorodjon meg a szíved. És akkor néztem körül, hogy hát ez már nekünk beszél, mondom, engem innét semmi nem fog felállítani. És akkor mondta, hogy akkor még egy éneket eléneklünk, hogyha bátorodnál, és mindenki megtér, csak mi nem. És azon az evangelizáción hét alatt, nem tudom, 300 ember, 300-400 ember tért meg, de mi nem. És képzeld el, hogy azok a barátaink, akik 4 órakor lejöttek értünk. Igen. Ott még jött egy érdekes változás, hogy a gyülekezet első alkalom, amikor tanítványozzák a gyülekezetet, az abban a teremben volt, ahol lent a pincében nekünk kocsmánk volt, fent meg egy díszterem. És a díszterembe jött a tanítás, és te jött utánunk. Tehát, hogy nem hagyott bennünket, jött utánunk. Mi lent a pincében, ő meg fent. És akkor mondták, hogy menjünk már be, és tudod, amikor kimentünk az udvaron keresztül lehetett bejutni, az udvarra ott annyi ember volt az első alkalmakon, hogy nem lehetett beférni a terembe. És akkor mondtuk, hogy nem, meg nem is érünk rá, stb. És akkor, de én nagyon anyagias voltam. Tehát én mindig azt vizsgáltam ezekbe a fiúkba, hogy jó, hogy ti csórok vagytok, de kiszedte el a pénzeteket, vagy miért nincs pénzetek, vagy hova teszitek a pénzt. De az én pénzemet biztos nem veszi el ez a Kókler csapat, igen, mondom. Tehát az anyagiassága, és akkor, tehát ahogy ki is vitt oda, de nem is tudom, hogy milyen. Na mindegy, a lényeg az, hogy aztán megígértük, hogy egyszer elmegyünk, aztán megígértük, hogy jövő héten, aztán akkor még nem mentünk, de aztán egyszer csak úgy volt, hogy akkor már így elfogyott a tömeg, ezt hozzá kell tennem, hogy ez a 6. vagy 7. ilyen alaptanítás volt, akkor már simán be lehetett menni a terembe, és akkor mondtuk Andival, hogy beülünk, és az első tanítás, ez Istennek a vicce, amit először hallottam, az a tizedadakozás. Egy anyagias ember. Az első tanítás. És igen. Akkor ennek ellenére, hogy tehát nekünk azért az mondott valami olyat, ami igazán, én tudom, hogy untam is, tehát emlékszem rá, hogy untam. Untam, egy csomó dolgot untam el a kereszténységbe, de igazán volt egy rész, ahol Isten mindig mutatott valamit magából. És igazán, ahogy kezdtük kipróbálni, megpróbálni Istent, akkor olyan furcsa volt, olyan, mondták, hogy Istennel lehet beszélgetni, mondom, azért az egy meredek dolog, hogy Istennel beszélgetni, és akkor mondtam, hogyha ha majd hozzám szól, a Nagy Sisa Attilához, mert nem tudom, hogy mire gondoltam magamat, de akkor majd elhiszem. És mindenben egy ilyen fajta megtapasztaláson alapuló dolgokban kezdtem el hinni. Tehát, hogy amikor már velem megtörtént, akkor én is elkezdtem mondani, hogy hozzám szólt Isten. És akkor rám néztek olyan furcsán, hogy hát elég furcsa alak lettél. És mondtam, hogy nem baj, de ez hogy jövő, tehát ez megtörtént, mert ez velem történt meg, és ezért lettem bizonysággá. És aztán eltelt valamennyi idő, elmentünk egy alkalomra, itt Pesten rendeztek egy ilyen nagy sportcsarnokos alkalmat, és akkor ott én mondtam, hogy én mindenképpen megtérek, ránéztem a feleségemre, azt mondtam, hogy most felállunk, azt megtérünk. És tehát ezt most te is. Az volt a furcsa, hogy igen? Igazán, amikor ugye volt ez a felhívás, és mondták, hogy aki úgy érzi, hogy Isten hívja őt, az jöjjön előre, és akkor az volt a szívemben, hogy nagyon jó lenne kimenni, de mit szól ehhez Attila? És akkor ahogy ránéztem Attilára, igen, és, hogy és azt mondja, kimegyünk. És mi így tértünk meg. Tehát mi együtt tehát mindent egyszerre. Tehát, hogy az életünk ez azért egy hát ez ilyen egy ritka dolog, hogy pont így elvégződni egy házaspárba egyszerre. Meg amit mondtál is, hogy még az előbb, hogy hát voltak, amit hoztál a szülőktől, és hogy hát mégis, hogy hát ilyen értelemben engedelmes voltál, hogy a férjnek, hát ez egy csodálatos dolog. Hát mert ismert engem, tehát gondolom azért, hogy ez nem sokáig tartható, amit mi csináltunk addig, pedig még csak fiatalok voltunk, de már akkor látszódott az, hogy valami nem jó felé megy. Tehát, hogy kívülről nagyon jó volt, de belülről nem működött. Hát csak úgy beszúrásképpen hadd mondjam el, hogy hát ti onnan jöttetek arról a helyről, engem meg szeretett volna abba az irányba vinni, vagyis hát ahogy én
feleségemet megismertem, ő kiskörösi, és abban az évben apósomnak, na, hívő ember volt, de hát ott három holt szőleje volt, 142 hektobora volt, és a szakszövnek így leadták. Igen. Az egyik oldalról, a másik oldalról pedig hát a déd nagyapám volt nagyon belemerülve az italba, és hát nagyapa megmutatta 13 literes kis hordót, kétszer felemelte, és annyi volt. Meg tudott inni 13 litert? 13 litert, és lement a lépcsőn, hanyatt esett, beütött a fejét, és elmebeteg volt, 6 éven keresztül gondozták. Tehát, hogy milyen súlyos következménye volt annak, amit hát ők tettek. És hát amikor én vágytam az Úr, vagy a Szentlélek, hogy betöltsön engem, akkor mint egy hallható hangot hallottam, hogy ne igyak többet szeszes italt, és hát ez 78. május 14-e óta nem ittam. És hát most is vannak olyan területek, ahol pont munkálkodnom kell, és hát nagyon hát támadásoknak vagyok kitéve, mert az ördögnek ez igazán nem tetszik. Ez érdekes, mert mi annak ellenére, hogy, tehát, hogy kocsmába voltunk, soha nem ittunk alkoholt. Tehát, hogy nem is szeretjük az alkoholt. És tehát azóta is, tehát, hogyha tehát rendszeresen iszunk alkoholt az úrvacsorakor, de, igen, de hát csak hogyha felbontunk egy 7 decis bort, az nálunk nem tűnik el hónapokon át sem, mert csak egészségügyi okokból iszunk maximum. Igen. A következő kérdés, amit szeretnék mondani, tehát amikor hát, hogy ismertétek meg egymást azért, hogy erről is egy pár szót tudnátok mondani, hogy hol találkoztatok, vagy hát hol történt az, hogy... Ez egy nagyon romantikus történet. Na. Attila de... kiszemelt magának. Igen, hát gondolom, mert azért hát sokféle hát dolog volt benne, és akkor látta, hogy egy csinos lány, akkor... Igen, és... de velem nem álltak szóba a csinos lányok, tehát ez egy probléma, ezért volt. Ezért csodálkozott. Ugye, hogy csodálkozott, te is, hogy egy szép feleségem van. Igen. Tehát, igen, tehát alapjában én Egerben dolgoztam, igen? És Egerben műemlékekkel foglalkoztunk, édesapám is műemlék kiépítész volt, a bátyám is az, és akkor én is ott kezdtem el a tanulmányaimat, tehát az építész dolgoknak a EGRI műemlék felügyelőségen dolgoztam, és akkor utána onnét jártam haza, és hát ez azért elmondjuk, hogy ez a 80-as évek, tehát ez a retro időszakban találkoztunk, és abban az időben a fiatalok diszkóba jártak. Igen. Tehát mindenki diszkóba járt. Most a diszkó, csak azért mondom, hogy 10 órakor volt vége a diszkónak, igen, és megymárkát lehetett inni. Tehát, tehát az egy érdekes világ volt, két tévé volt feltéve, szólt a zene, és hogy hívják, és vetítették a videoklipeket egymás után, és erre százával táncoltak fiatalok, de 10 órakor, tehát egy mai diszkó el se kezdődik még 10 órakor, nem, hogy vége van. Igen. Ez 8 órakor kezdődött, 10 órakor vége, és ez egy ilyen viszonylag előtt, tehát, hogy ez egy ilyen fiatal barát dolog volt. Nagyon, igen, sokan. Igen. Most az az érdekes, hogy a bátyám is ugyanazon a héten ismerte meg a feleségét, akivel ma is együtt van, meg én is, és mi nem csináltam, tehát nem volt ebbe egy ilyen olyan dolog talán, ami ma már lehet, vagy van. Tehát ki volt szűrve az alkohol, abban az időben nem volt drog, igazán kimondottan táncolni jártunk, és mi fiúk azért, hogy ismerkedjünk lányokkal. Igen, tehát, hogy hát ez volt a... És akkor az egyik, én viszonylag szerettek táncolni, meg szerettem is, meg azóta is szeretek, felkértem Andrát, és akkor ott én mindig előnyben voltam, mert én tudtam, meg szerettem táncolni. És akkor felkértem, táncoltunk, aztán... Hát utána volt egy időszak, mert pont a hűtőgépgyárnak a főigazgatója, aki ilyen apukája volt egész Jászberénynek, mert ő hozott oda állatkertet, jégpályát, meg sportcsarnokot, meg mindenfélét, és akkor ő meghalt. És akkor abban az időben az volt, hogy egy hétig mindenki feltette, az egész Jászberény feltette a fekete szalagot, és minden rendezvényt lefújtak. Ez volt a tiszteletadás. Még ilyet. Ez nagyon nagy dolog, igen. És mindenki értette, hogy miért. És akkor pont ebben az időszakban mi nem tudtunk így találkozni, mert a következő diszkó elmaradt, és akkor utána eltelt egy hét, én akkor már kutattam meg, próbáltam a barátaimon keresztül, meg a ő osztálytársaim keresztül kitalálni, hogy ki is ő pontosan, mert semmit nem tudtam róla. És akkor
Hát ezt elmondhatod, hogy részedről, hogy... Hát igen, a buszon, ahogy én Árokszálláson jártam gimnáziumban, a buszon találkoztam egy lányjal, és kérdezte, hogy Andi, este jössz diszkóba? Hát, igen, megyek. Hát jó, hát miért? Hát mert a Sisa Attila találkozni szeretne veled. Hát jó, jó, de hát ki az a Sisa Attila? Este édesanyám a nagyszüleimnél volt, és megbeszéltük, hogy kimegyünk elé a buszhoz a testvéremmel, és utána megyünk a diszkóba. A busz megállóban találkozom két lányjal, kérdezik tőlem, Andi, jössz este diszkóba? Nem, megyek, de miért kérdezi mindenki azt, hogy megyek-e este diszkóba? Hát mert a Sisa Attila találkozni akar veled. Hát ez nem igaz. Andi, ki lehet az a Sisa Attila? Ugye hazakísértük anyát, elmentünk a diszkóba, beszélgettem ott az atlétikás társaimmal, és egyszer csak egy fiatal ember így elment mellettünk, nézve engem, biztos ő lesz a Sisa Attila. És akkor utána oda jött és felkértem, táncoltunk, hazakísértem, és akkor elkezdődött egy ilyen udvarlási időszak, és hát milyen felvilágosultak voltunk. Igen. Igen. Tehát, hogy nem a keresztény etikett szerint gondolkoztunk, hanem akkor hogy vétett, mi viszonylag szerintem nagyon gyorsan elköteleztük egymásnak magunkat, és úgy döntöttünk, hogy most mi ilyen önálló életbe kezdünk, ki a nagybetűs életet kipróbáljuk, és akkor egy lakásba költöztünk, még házasság előtt, és akkor elkezdtünk vállalkozni, és akkor is mindent együtt csináltunk, de tehát a keresztény alapoknak mondjuk se a tudatában nem voltunk. Nem voltatok, se, és igazán teli hibával. Tehát ezt hozzáteszem, hogy ez jó hangzik, hogy ismerd meg a másikat házasság előtt, de ez egy nagy becsapása az ördögnek, mert mi elváltunk volna. Ha Isten nem ment meg ebből, akkor mi elváltunk volna. Tehát jó, megismertük egymást, de abban nem volt köszönet. És megismertük a egymás hibáit, és akármilyen szép volt, de a szépségét nem látja az ember, csak a hibáit, ő meg csak a tüskék, és igazán mi eljutottunk odáig, hogy már verekedtünk. Tehát, hogy amikor Andi erőszakosan jött, akkor én is erőszakossá váltam, és akkor én menekültem, ő meg féltékeny volt, és akkor ez egy ilyen együtt, egy húzavon, egy olyan alma volt, hogy hát nekünk akkor már volt saját lakásunk, volt nyugati autónk, mert abban az időben ez azért sokat nagy számított. Dolog volt. Nyugati autó, igen. Menő vállalkozók Jászberénybe, és akkor mi meg akartuk alakítani a maffiát, és az az érdekes, hogy tehát ilyen olyan vágyaim voltak, semmi másról nem szólt, az egész csak pénzről. Igen. Csak először legyen meg a nő, tehát ez volt, hogy egy szép nő legyen, mert az kell, hogy emelkedjen, igen, az ázsiom, aztán legyen egy lakás, az viszonylag egy 21 éves korú fiatalembernek abban az időben nem ez volt, hogy nekem volt már lakásom, és lett egy nyugati autóm, ami aztán én voltam az élet királya, hogy nyugati autóval járok, és akkor egyszer csak... Hát ott a maffia megszervezésébe jutott odáig a dolog, hogy akkor már elkaptak egy bűncselekmény miatt, és ott kaptam egy év felfüggesztett börtönbüntetést. Hmm. Csak az az érdekes, hogy nem hagytam abba. Jó. És ez egy betöréses rablás volt, mert ilyenkor az emberhez csapódnak az hasonló szőrű barátok. Igen, és azok kényszer rávesznek. Nem. Vagy én veszem rá. Vagy ő fordít? Tehát nekem ilyen? A barátom olyan volt, hogy mi ketten egymást nagyon jól tudtuk rávenni minden hülyeségre. Tehát, hogy egy verseny szellembe, hogy ki a rosszabb, vagy hogy mondjam. De tényleg ilyen furcsa dolgokat csináltunk, úgy visszanézve eléggé szégyenletes, és eljutott az ember lelke odáig, hogy képesek lettünk volna lelőni egy embert. Itt ülök veled szembe, és képes lettem volna lelőni egy embert. És egy pisztolyt megrendeltünk, mert ki akartunk rabolni egy benzinkutat. És ha megérkezik a pisztoly, és nem tudni, tehát hogy igazán nem akartuk megölni, de ha ellenszegült volna, simán akkor belelőttünk, igen, volna. Tehát hogy a lelked annyira, 20 éves korodra annyira anyagiasság lesz rajta, és annyira elfertőződik, hogy ilyen mindenen áthatolva el akarod élni azt a célt, hogy te milliómos legyél. És minden embert kihasználsz, mindenkit. Én simán Andit is úgy gondolom, hogy hátra hagytam volna, hogyha ebből valamilyen anyagi érdekem származik, vagy a fejem, nem tudom pontosan, de érted azt, amikor valaki minden megtesz a pénzért. Tehát én tipikusan ez az ember voltam, ebből jöttem, és nekem ezt mutatnom kellett, és láttam azt, hogy munkából ezt nem tudom. Hát hogy ne, hát ezt nem lehetett volna kivitelezni, amit mind elértél. Az ördögnek ez egy nagy becsapása. Na, igen.
aki dolgozik, az nem keres pénzt, ez egy hazugság. Én amikor elkezdtem tisztességesen dolgozni, bejelentett állásom volt, akkor nagyobb autóm lett, nagyobb házam, nagyobb gazdagságom, sokkal több, ez egy hazugság, hogy munkából nem lehet. Mert Isten igéje pont nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy dolgozz. Szóval 6 napon át dolgoz, nem 7 napon. 6 napon át végezd a te munkádat. És ezek a ráadások akkor kezdenek megjönni, amikor nagyobb autót van. Olyan házban lakom most is, amit nem hittem volna. És csalás, betörés, rablás, mindenféle dolog, az éjszakáidat tönkreteszi. Tehát az éjszaka azért nem úgy fekszel le, hogy hú, de jó alszok. Hanem reggel 6 órakor csöngetnek, és jön egy rendőr. Fú, hát igen. Magas is Attila? Igen, hozza a személyigazolványat, jöjjön velünk. És nem is szól, nem is mondja, hogy mi az. És amikor már hívő voltam, még akkor is jöttek vissza a dolgok. Húha. És emlékszem rá, hogy házkutatás volt a lakásunkban, a szomszédok néztek, hogy mi az. Mi imádkoztunk a konyhába Andival, és azt mondta a rendőr felügyelő, hogy a maguk istene, akárhogy imádkoznak, ha csak egy darab izét találunk, akkor sem menti meg magát a börtöntől. Mondtam, hogy de az én istenem megment. És meg is mentett. És tényleg meg is mentett. Valóban. Mondjuk abban pont nem volt, tehát abban nem voltam pont ludas, amiért éppen kerestek, és Isten, hál' Istennek ezt elvette. De sok minden rossz, ilyen gonosz dologra adtam a szívem egy darabig. Hát ezt nagyon jó, hogy elmondtad, mert a nézőket meglepi ezek a fordulatok és ezek az események, amikor hát valaki valóban elindul egy irányba, vagyis hát meg is állítja Isten, vagy befogadjátok az Urat, de még van a kísértés, és jött olyan dolgok az életetekben, ami talán meghatározó volt, tehát, hogy mondtad is, a pénz, és ez valóban az embert olyan dolgokra hát viheti rá, és ezt, amit mondtál, hogy munkával, hát én is elmondhatom, hogy amikor feleségemmel kinéztünk egy házat, ahogy összeházasodtunk Kiskörösön, én azt tetszett, lefényképeztem, megkértem, hogy hadd rajzoljam le, és hogy ezt meg fogjuk építeni, de még 100 000 forintunk se volt soha. És azt mondtam, ha 10 évig építsük is, meg lesz. Hát akkor nem tudtam, hogy a megvallás az milyen fontos, és pont 10 évre a külső pucolással kész lett a ház. De valóban egy emeletes szép ház, amely hát tényleg, ahogy, ami nekünk tetszett is, és Isten országát előre tettük, és ez mind megadatik. És lett 4 gyermek még, azokat is kellett hát tanítani, gondozni, minden nevelni, és a gyülekezet, és utána meg hát valóban imaházat is építettünk hittel, és hát ez mind beteljesedett, és mondhatom azt, hogy soha nem volt olyan, hogy hát szűkösködni kellett volna. Volt próba, amikor hitünk meg volt próbálva, viszont Isten abban is azért engedte meg, hogy tanítson, hogy benne bízunk, és karácsony előtt 3 nappal 20 forintunk volt, és hát mondtam, egy bedolgozó voltam, nem hoztak munkát, én meg nem akartam megvesztegetni azt az embert, aki hozza, akkor ő akart, azt megint nem engedtem, és akkor hát eltelt egy pár hónap, már át kellett írni a családi pótlékot a feleség nevére, mert nem volt 500 forint termelés, akkor ezt meg kellett tenni. És megálltam a próbát, és nem kértem kölcsön senkitől. És utána jobbnál jobb munkákat hoztak, amikor hát Isten közbelépett. És ezt csak azért mondom bizonságul, hogy hasonló dolgokon átmegy az ember. Én azt gondolom, hogy aki nézik a tévét, mindenki valamilyen nehézségben van, valamilyen próba, igen, benne van, vagy igen, valahol. És igazán azt látom, hogy mindig a próba, tehát mindenki számára a legnagyobb. De nekem egy anyagi próbám volt most a nyáron, tehát amitről így beszélek is, hogy érdekes módon, hogy azt gondolják talán, hogy aki valaki keresztény lesz, aztán utána soha nem jön el a próba. De hagyd tegyem hozzá, hogy az ördögnek a játszóterén vagyunk. E világ Isten az ördög.
és az ördöge az igazán bármit megtesz azért, hogy elfordítson Istentől, bármit megtesz, hogy ne foglalkozz Istennel. Ha már elfordítani nem tud, de legalább egy kicsit, egy picit valahogy... Kis varga betű. Beleszaladj valamibe, ami utána ő mutogathat, hogy na, ez a Jobb is, például Jobbnál, hogy mondhatná, hogy hát persze neki mindenem megvolt, tehát könnyű. Hát nekünk is mondhatná azt, hogy hát nekünk mindenem megvan, hát nekünk könnyű hinni, de... Most volt egy olyan lehetőségünk, hogy arról nem beszéltünk, de két lányunk van, és a kisebbik az tolószékes. És őnek egy autót kellett vennünk, és elég macerás, nehéz venni egy autót, de összespóroltuk a pénzünket, és kiválasztottunk külföldről egy autót, és odaadtunk egy, mert gondoltam, hogy kimegyek én, de én nem jó beszélem, nem értek az autóhoz, mit csinálok ott odakint, és akkor elég nehézkes dolognak, de adjuk egy olyan embernek, aki ért hozzá, meg tudja, hogy mi ez. És akkor odaadtuk egy olyan vállalkozónak, aki interneten rengeteg oldalon hirdeti ezt, hogy ő hoz be autót, és akkor odaadtuk neki, lepapíroztuk, és vártuk az autót, és akkor egy három hónapig ő hitegetett, hogy hozza, így van, úgy van, és akkor három hónap után úgy leesett a tantusz, hogy minket becsapta. Fúha, igen. 2,5 millió forintot adtunk a kezébe. Jó. És amikor tudod, amikor az összespórolt pénzed, még nem is az, hogy és nekünk lett rosszabb autó, mert igazán nekünk ugyanaz a két autónk volt, de a sérült kislányunkat, amivel szállítottuk, az lerobbant, az tönkrement. És ilyenkor hát nekünk olyan kislányunk, hogy mindenhova jön. Mindenhova visszük. Vásárolni, Tesco-ba, bárhova megyünk, mi állandóan visszük őt, és ott van velünk. És egy ilyen kislánynak azt mondani, hogy most nem jöhetsz, mert nincs autó. És nekem ez nagyon fájt, és hát a maffia módszerek így, tudod, ilyenkor éjszaka, így a félálomba vagy, és akkor gondolkozol, hogy most ráküldje embereket. Tehát tényleg így van, hogy még nem is vagy magadnál, de már jönnek ilyen gondolatok. Hát a gonosz sugalja ezeket. De ugye? Tehát, hogy még hát nem is vagy magadnál, és félálomba nekem elkezdett gondolkoznom, hogy akkor fel kellene elvelinteni azokat a kapcsolatrendszereket, akiről tudok, hogy na most ők ebben foglalkoznak, elmennek, jó megverik, vagy nem tudom, mit csinálnak vele, vagy kiszedik a pénzt. Valahogy behajtják a pénzt, egy ilyen, és akkor hát én ebben megmondom őszintén, hogy küszködtem hetekig, mert annyira fájt, hogy elvitték a pénzt, meg hogy kingáljék, és akkor Isten nagyon szólogatott, hogy ne csináld ezt, Attila, ne csináld ezt, mire rájöttem arra, hogy ez egy próba. Így van. Hogy ez, hogy elveszik 2,5 millió forintot, jobb, még akkor is jobb, mint hogyha elköveted ezt. Ez egy nagy próba, nekem nagy próba volt, hogy anyagilag én Isten országában vagyok, Istennek, stb. És akkor én ezt valahogy akkor el tudtam engedni, és azt mondani, hogy jó, hát akkor most buktunk 2,5 millió forintot, Isten az Isten, övé a bosszú állás, nem tudok mit csinálni. Egyszerűen megkérdeztünk ügyvédeket, semmi olyan normális kiút, volt papírunk róla, mondták, hogy beállhatunk a sor végére. Én mondtam, hogy én inkább nem, tehát egyszerűen annyi ideget megettem ezzel, vagy mondhatom igen. Így, hogy így belülleg, amikor a gyomra összeszorul az embernek, a szíve jobban dobol, és éreztem, hogy ez a stressz, hogy éreztem, hogy a békesség atya, hol van a békesség, hogy tudom ezt megtalálni, az a legegyszerűbb, ha könyvelem, hogy elbuktam, és Istenre bízom, majd lesz valahogy. Most ugye az jutott eszembe, hogy pont a Jobbnak a története, aki abban az időben leggazdagabb volt, és volt 10 gyermeke, és hogy ha még ha valami rosszat csináltak is, ő áldozatot mutatott be, de amikor jött a sátán, és azt mondja, hát könnyen szeret téged, Jobb, hát mindene megvan, leggazdagabb, de majd én kézbe veszem, és hát pont itt vannak ezek a pontok, hogy amikor a próbán átmegyünk, vagyis nem véletlen, mert ez a javunkra van, hogy meg vagyunk próbálva. Pont... Most nemrég hallottam, de régebb is, vasárnap ige hirdetésben, hogy hát volt, akik készített egy ilyen nagy kazánt, és akkor megheggeztették minden, és de utána alá kell vetni próbának. És a nagy nyomásnak, hogy nem-e fog engedni valahol. Igen. És pontosan ezek a dolgok úgy jönnek elő, hogy a te életedben is tudod, hogy nem-e fogsz engedni, mert most régről tudtad azokat a dolgokat, de most ebbe a helyzetbe Isten, amit megengedte,
és akkor, de a próbát megállod, sokszorosan meg fog áldani Isten azért, hogy nem az úgy döntöttél, hogy leverjed rajtuk, vagy behajtsad. És az az érdekes, hogy azt is tudja az ördög, hogy a 100 000 forintnyi nem csinálod. Tehát, hogy 100 000-et könnyen elengedtem volna. Most nem azt mondom, hogy gazdagok vagyunk, de tényleg könnyebben elengedtem volna. Hát, mint hogy ez túl, az a limitre tolja fel, olyan magasra tolja az összeget, hogy már kibillentsen ebből a békességből. Igen. És azért hagyd mondjam el, hogy Isten az Isten. Hogy aztán Debrecenbe jött egy vállalkozó, áldja meg az Isten tényleg, és azt mondta, hogy ő a saját pénzén is behozatja ezt az autót, ő kapcsolatba áll ebből az emberrel, és majd ő rendezi, hogy lepapírozza ezt az egészet. Hát, és látod, tudod, ezzel az autóval jöttünk most ide. Csodálatos. Isten az Isten, és ő a bosszú álló, és ő az, aki kiáll értünk, és felhasználta ezt az embert. Ezért jó ilyenről hallani a kedves nézőknek is, hogy ez mennyire kilátástalan működik. Kilátástalan helyzet, világilag lehetetlen, ügyvédileg, kár fárasztani magunkat rajta. Én tényleg már nem hittem, hogy ebből lesz valami. És tényleg mindenkinek elmondtam, hogy hát minket becsaptak. De a próba az mindig, hogy mondjam, a hitet fogja erősíteni. Tehát ezért nagyon fontos, mert hát az aranyat is megpróbálja. Csak tűzbe teszik. Tudod, mi a nehéz jobban tiszt. Azt, hogy nem tudjuk, hogy próbálva vagyunk. Én egy darabig nem tudtam, hogy ez egy próba. Igen, hát nem gondol arra az ember. Én nem gondoltam arra. Én úgy jöjjön, tehát egyszerűen nem is értettem. Én azt hittem, hogy ez egy fizikai dolog, pénzt adunk, autót hoznak el. Igen. Hol van Isten? Tehát nem volt benne Isten. És ő mindenről tud, még a hajunk szállán. Benne akar lenni Isten. Mindenben benne akar lenni. Igen. Igen, és azt mondja, akik Istent szeretik, minden javukra van. Válik. Így van. Hát valóban, amit mondtál is, hogy nem beszéltünk, előhoztátok, akartam kérdezni, hogy a gyermekeitek születtek, és hogy néhány gondolatot szóljatok róla, és akkor még hát ennek esetleg, hogyha kis na, röviden hát, akinek gyereke van, annak harca is van. Tehát akinek felesége van, annak van harca. Akinek gyereke van, annak is van harca. De mégis a legjobb dolgok ezek. És megint, hogy mondjak, egy olyat, mint az előbb. Tehát van a nagylányunk, és ő most 24 éves. Na, a kisebbik, aki tolószékes, aki agyvérzéssel egészségesen született 6 hónapra. Aha. Teljesen egészséges volt, amikor megszületett. És amikor viszont levették a lélegeztetőgépről, akkor elpattant a fejébe egy ér, és ahol megalvadt az ér, ott azt a részét, ott a neutronpályák megsérültek, és ott nem tudja használni, és tolószékbe ül. És hát őért sokat imádkozunk, sok olyan dolog van, ami egy ilyen csodálatos jellemű gyerek lett, nagyon jó szolgálattal, és egy ilyen nagy mosolyalbum az egész gyerek. Viszont a másik gyerekünk, aki egészséges, az szépen elvégezte a főiskolát, ő szépen elment dolgozni, szépen összeházasodott, és akkor olyan, lett lakásuk, ilyen boldog, csúcsszuper élet, és nem lehetett baba. Fú. És én azt el nem bírtam képzelni, hogy én ne legyek nagyapa. Én nagymama. Vagy nagymama. Tehát, hogy mi gyerekszolgálatban benne vagyunk, nekem kell az unoka. Tehát egyszerűen... Fiatal nagymama, nagyapa. És úgy éreztem, hogy elrabolja az ördög. Megint ezt a hétköznapokban azt gondoltam, hogy fú, hát most nem lesz gyerek, nem lesz. És szegény lányomat is kezdtem el sajnálni. És akkor elkezdtünk kiáltani az Úrhoz. Sokat imádkoztunk, 4,5 év ima után. Képzeld el, amikor jön az, hogy megvan a baba. Hát elképzelhetem, vagy tudom, mert ahol szolgáltam, volt olyan helyen, ahol házaspár kérte, hogy nem lehet gyermekük, imádkoznak, és másfél hónap múlva meghívtak egy másik helyre szolgálni, és ott voltak, hogy már megfogant. És hát volt egy házaspár, aki 7 évig nem volt gyermekük, és oda jöttek a gyülekezetünkbe, és szólt az Úr hozzám, hogy most valaki akar kérni valamit az Úrtól, azt megadja. És azt mondja, hát ők gyermeket. És megszületett az első, és már 3 gyermekük van, úgyhogy... Igen, ez volt a nehéz, hogy én ugyanezt teszem. Tehát, hogy ráadásul el is tudom mondani, hogy több emberért imádkoztam, de úgy, hogy egy olyan könyvelő hölgy volt, aki 30 éves volt, el is könyvelték, hogy ő teljesen meddő. Igen. Eljött egy házi csoportba, imádkoztunk érte,
és rá egy hónapra neki, hogyha megfogant a babája, és ő mondta is, hogy ez isteni csoda, mert ilyen nincs. Igen. És akkor ebből a helyzetből jön a sajátod. Igen, rendkívül szalad az időnk, mert annyira jó mindenről, hogy beszélgethetünk, és hogy hát valamennyire még, hát pont akartam, meg szokott olyan kérdés lenni, hogy hát valami próbán, ha átmentek, és akkor, hogy a kedves nézők, de hát itt láthatjuk azt, hogy hát valóban átmentetek, amikor ilyen gyermeket kell nevelni, és mégis nem savanyú arccal vagytok, hanem örömteli szívvel, és hozzátok viszitek, és nem, hogy szomorkodtok, hanem a Isten teljes békességet, örömöt ad a szívetekbe. Így erről a területről már nem is akarok nagyon kérdezni, mert az időnk rövid, és hogy annyit kérdeznék, hogy ez a műsor az Ébredés címet viseli, és hogy az ébredéssel kapcsolatban mi a látásotok, hogy ha esetleg megosztanátok, hogy várjátok-e, vagy hiszitek-e azt, hogy gyülekezetbe, vagy hát bárhol ez elérkezik, tehát. Igazán mi ebben dolgozunk. Igen, tehát én nekem az a látásom, hogy nem a mi generációnk fogja megélni ezt a ébredést, tehát hogy úgy, hogy mi már nem a aktív részesei leszünk, hanem ilyen nagypopák vagy apák, inkább igen, atyák. Igen. Ugye? Tehát mondhatom ezt, hogy bár fiatalnak érzem magam, de már tudom azt, hogy Isten felnőtt egy olyan generáció, aki egészen más, mint mi, máshogy találkozik Istennel. Látom azt, hogy a felekezetek között átmozognak, őnekik nincsenek már azok a berögzött dolgok, amik szokásai, nekünk vannak, van. hanem jönnek egy új tiszta szívvel, és hát őértük nagyon kell imádkozni, mert ez a generáció szerintem, ami most jön fel, az túl fog tenni az előzőkön. És a mi generációnak meg azon kell lenni, hogy ne megfékezzük őket, hanem támogassuk, teret adjunk nekik, igen, lehetőséget, hogy erősödjenek Istenbe. És ezen Andival mi sokat dolgozunk, hogy ifjúságnak teret adni, hogy erősödjenek Istenbe. Igen, mert hát szinte még nem is tudtunk beszélni még arról is, hogy hát ott Jászberényben egy gyülekezetnek vagy a vezetője, és hogy hát ott is munkálkodtok, hogy erről is néhány gondolatot megosztani, mert hát valóban úgy elszaladt az idő, hogy ez hát Jászberényben egy családias agapé gyülekezet van, és ott is már egy generációváltásban vagyunk. Nem is én vagyok a pásztor, tehát 8 éve megtért az egyik barátom. Ő addig serénykedett, meg tisztázta az életét, amíg nyilvánvalóvá lett, hogy ő neki pásztori szíve van. Igen. Én megmondom őszintén, hogy bocsánat, én inkább evangélista vagyok. Tehát, igen, hogy inkább, igen. És de ő benne is megvan ez, hogy evangelizál. Nem nagyon szeretjük, tehát hogy amikor mondtuk, hogy igazán mi lenne, ha ő lenne a pásztor, akkor mindenki, hát ő az, hát igazán csak most nevezzük annak. Tehát, igen. Hogy sőt is Attilának hívják. És ugyanígy feljött egy fiatal csoport, akik elkezdték a házi csoportokat vinni, ők is felnevelődtek, és hát egy nagyon, nagyon jó ilyen generációváltást élünk meg, hogy igazán Andi az asszonyok felé, én a férfiak igen, felé, és hál' Istennek vannak mellettünk vezetőtársak, és akkor úgy atyáskodunk az ifjak felett, meg most jön a új generáció, mert most már ilyen óvodás csoportban egyre nagyobbak vagyunk, és tehát így a generációváltás szerintem most lezajlik nálunk, és ők azért jobbak lesznek, mint mi, remélem. Igen, hát tényleg nagyon nehéz bezárni ezt a beszélgetést, mert hát vagy még lehet, hogy újra fogunk beszélni, mert hát olyan sok mindent még szerettem volna kérdezni tőletek, és hát ezt a műsort úgy imával szoktuk befejezni, és ha kérhetnélek arra titeket most, hogy először talán te, Attila és a kedves feleség is, amit az Úr a szívetekre helyezett, hogy azt kérjétek most Istentől. Atyám, köszönöm azt, hogy te jelenvaló Isten vagy, és szólsz hozzánk, és aki ezt látja, ezt a műsort, és bármi kétkedés van, vagy vágy van a szívében, az mondja el Istennek. És megáldom azt az embert, aki kiált Istenhez, hogy hallja meg Isten hangját. És keresd Istent, és ő ráadásként megadja a te szíved kívánságát.
És ugye, hogy a mi életünk megváltozott, ahogy mi tanúbizonyságai vagyunk, minden helyzetben ott Isten kiáll érted, ugyanúgy ki fog érted állni. Legyen áldás a te életeden, jöjjön egy változás azon a helyzeten, amiben most vagy. Amen. Amen. Halleluja Istenem, Jézus nevében hálásak vagyunk neked azért, hogy te vagy a mi Istenünk, és köszönjük, hogy mindig mellettünk állsz. Köszönjük neked azt, hogy te tudod, hogy mi a terved a mi életünkkel, és te beteljesíted azt, és jót terveztél, és köszönjük, hogy mi bízhatunk ebben, és köszönjük azt, hogy van valaki, aki mindennél jobban szeret bennünket, a hibáink ellenére is, és köszönjük a te gondviselésedet, Atyám, hálás a szívünk azért, hogy te vagy az, aki gondot viselsz, és bármilyen helyzetbe kerülünk, te mindig kihozol bennünket, és gondod van ránk, a hajunk szálára is, ahogyan Jenő mondta az elején. Áldunk téged, és magasztalunk ezért. Amen. Amen. Atyám, áldom és magasztalom a te drága nevedet, azért, hogy itt lehettek testvéreink, és elmondhatták az ő életükben megélt dolgokat, amelyben vezetted őket, és tanácsoltad, és a próbát is, ha megengedted, hogy győztesen jöhettek ki abból. Köszönjük neked, Uram, hogy ez nagyon sok szív felé eljutott, és hisszük azt, Uram, hogy akik hasonló helyzetben, problémában vannak, azok számára segítség lehet az, hogy őket is hogyan mentette meg az Úr. Köszönjük neked, Uram, hogy az a te akaratod, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság megismerésére eljusson. Én áldalak azért téged, Uram, hogy van lehetőség arra, hogy még hangozhat a te evangéliumod is. Köszönjük azt, Uram, hogy mi is ezt tehetjük, és az Úr Jézus nevében legyenek áldottak mindazok, akik hallották a te igédet, az beszédet, amit elmondhattunk bizonságképpen. Mindenért néked adom köszönetet, Uram. Amen. Amen. Megköszönöm a kedves televízió nézőinek, hogy önök minket választottak, és kívánom, hogy valóban Isten áldja meg az önök életét, és keressék az Urat, még megtalálható, hívják segítségül, és hiszem azt, hogy Isten megadja számukra a kimenekedést, és megoldást ad. Isten áldja meg önöket a viszontlátásra.